Nehéz helyzetbe került a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., amikor áprilisban a NAV inkasszózta a cég számlájáról a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított hulladéklerakási járulék egy részét. A döntésnek köszönhetően veszélybe került mind a feladatellátás, mind a dolgozók munkabérének kifizetése. A társulás az április 29-én összehívott rendkívüli elnökségi ülésen döntő többséggel támogatta, hogy a rendkívül nehéz helyzet ellenére továbbra is lássák el a feladatukat mind a 109 településen. Az elnökség és a közgyűlés nevében szeretném önöknek megköszönni a munkájukat még egyszer, megköszönni azt, hogy valóban mindennapok sok-sok gondjával, feszültségével küzdködve ezt a feladatot és ezt a munkát, ami az itt élő lakók örömére ellátják. Megmerem kockáztatni, mindamellett, hogy a Zöld Híd régió az ország első 7 legnagyobb szolgáltatójában van, megmerem kockáztatni, hogy a legszínvonalasabb, vagy az egyik legszínvonalasabban szolgáltató csapatról van szó. Hangsúlyozom, csapatról és annak menedzsmentjéről. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minél költséghatékonyabban végezzük ezt a feladatot, annak a szerződésnek megfelelően, amit a kormány, az önkormányzatok és az Európai Unió aláírt. A feltétele annak, hogy tovább tudjuk működni, azoknak a terheknek az eltörlése vagy csökkentése, amely a kiadási oldalt terheli a Zöld Híd régió gazdálkodása kapcsán. Tehát az a lerakási adó, többletadók, amelyek miatt a kiadásaink bizony növekedtek, és ami miatt másra nem jutna pénz, ezt legyenek szívesek minél gyorsabban eltörölni, illetve csökkenteni, hogy a bevételes kiadás egyensúlyban legyen. Az önkormányzati társulás elnöke elmondta, igyekeznek minden jogszabályban megengedett eszközt felhasználva meggyőzni a döntéshozókat, hagyják az önkormányzatok kezében a hulladékszállítás és gazdálkodás feladatait. Kérjük az illetékeseket és nyilván a kormány megfelelő képviselőit, hogy gondoskodjanak arról, javaslatunk az, hogy a költségek csökkentésével, a terhek csökkentésével, hogy biztosítani tudjuk a szolgáltatást ebben a térségben. Nem a katasztrófa védelem dolga, bármennyire is így ír a jogszabály, hogy ők veszik át a szolgáltatás biztosítását, ahol baj van, nem a katasztrófa védelem dolga ennek a szolgáltatásnak a biztosítása, hanem a szakemberek dolga. Önök szakemberek a maguk területén, nem kevés munkát forgattak abban az elmúlt időszakban, hogy itt tudjanak maradni, hiszen nem kis kihívásoknak feleltek meg, ezért azon leszek én magam, a hulladéktársulás elnökeként, igazgatóurral, illetve Gyenes Szilárd korábbi igazgatóurral, aki jelenleg Gödöllő alpolgármestere, hogy ezeket a feltételeket biztosítani tudjuk. Gyenes Szilárd a Zöld Híd régió korábbi ügyvezető igazgatója, Gödöllő jelenlegi alpolgármestere, beszédében kiemelte a cég magas színvonalú szakmaiságát és költséghatékonyságát. Ugyanazt a rendet és ugyanazt a tisztaságot és korrektséget látom, mint amikor néhány hónappal ezelőtt elkerültem innen. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy az új vezetőség ugyanezt a szellemiséget követi. Ez egy olyan közszolgáltatás, amit az embereknek tanulni kell éveken keresztül, és csak akkor lesz megfelelő eredménye, ha kiszámítható szabályozási környezetben ezt a szakmát megbecsülve, a tisztességet számára megadva végezhetjük tovább a munkákat. És nagyon remélem, hogy elmúlnak ezek a teljesen felesleges és igazából átgondolatlan harcokkal átszőtt időszakok. Farkas Balázs a Zöld Híd régió ügyvezető igazgatója szintén a feladatellátás kiemelkedő minőségéről beszélt, éppen ezért tartotta szakmailag hibásnak azt a döntéssorozatot, aminek köszönhetően a cég nehéz helyzetbe került. Ez a komplex hulladék gazdálkodás, ami a jövőnket, gyerekeinknek a ivóvizét és a környezetét tisztán tudja tartani, ebből nem tudunk engedni a jövőben sem. Úgy látom, hogy a most pont a jövőnket éljük fel emiatt a hibás szakmai döntéssorozat miatt. Természetesen amennyiben a elnök úr által elmondott költségcsökkentés sikerre vezet, akkor még mindig előttünk áll majd ez a feladat, hogy erről a visszapótlásról gondoskodjunk. Az állománygyűlésen a résztvevők a 109 település nevével ellátott hulladékzsákokat jelképesen konténerekbe helyezték, ezzel is jelezve, a szélsőséges körülmények ellenére az utcák továbbra is tiszták maradnak.